Hosszú várakozási idő, rossz minőségű utak, ezek a közlekedési infrastruktúra hiányosságok számos határmenti régióban megnehezítik vagy ellehetetlenítik a személyi és áruforgalmat Európa szerte. A közlekedés hatékonyságának növelése érdekében egy úgynevezett mobilitási tervet dolgoztak ki ukrán, magyar, szlovák és román partnerek. Az erről tartott sajtótájékoztatón elmondták, a határmenti infrastruktúra javítása érdekében átfogó tanulmányok készültek az érintett 4 ország, 8 régiójának vonatkozásában. Fő közlekedési útvonalak egész Európában nyugat-kelet irányban futnak. Nagyon fontos lenne, hogy észak-déli irányban is legyenek közlekedési folyosók, illetve az egyes tagországok között is minél élénkebb legyen a határmenti forgalom. Ezért vizsgáltuk a vízi, vasúti, közúti közlekedés és nem utolsósorban a légiközlekedésnek a lehetőségeit. A légiközlekedésre itt kisrepülőkre gondolunk, sportrepülőgépre, üzleti célú kisrepülőkre. Itt fel lettek tárva azok a szabályozási kérdések, amelyek a különböző tagországok, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Magyarország vonatkozásában ezeket a repülőtereket érintik, milyen feltételeknek kell megfelelni egy ilyen repülőtérnek, hogy ezek kölcsönösen átjáratúak legyenek egymással. A sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt 3 év eseményei számos kihívás elé állították a projekt résztvevőit. A világjárványt követően az orosz-ukrán háború is hatással volt az együttműködésre. A záró rendezvényen azt hangsúlyozták, minden megoldást meg kell előzzön a béke az orosz-ukrán fronton. Elsőben véget kellene vetni a háborúnak Ukrajnában, hogy a tervező asztalhoz újra le tudjunk ülni, és ukrajna-európai csatlakozásával, európai integrációjával ezek a kapcsolatok élőek legyenek. Ugye nagyon fontos az a korridor, ami összeköti Kijevet Észak-Olaszországgal és az a megyénken út keresztül. Itt a közúti kapcsolatok, ami a országot, Magyarországot érinti, rendben vannak, hiszen pár kilométerre hiányzik csak a határhoz Vásárosna, minél bármelyik irányba is indulunk el, akár Záhony, akár pedig Berlitalóc felé. Tehát ez egy fontos európai közlekedési csomópont, átmenő forgalmat lebonyolító útvonal lenne, amely sajnos most a háború miatt nagyon nagy károkat szenved. A MOBI projekt névre keresztelt program 2020-ban indult. Az elmúlt 3 évben elkészült hatástanulmányok eredményeit a projektet záró eseményen mutatták be a Vármegyeházán.